Szevasztok, skacok, üdvözöllek titeket! Végre megjelent a The Last of Us Part 2. Nagyon-nagyon vártam már. Az a helyzet, hogy eredetileg én ezt streamelni szerettem volna élőbe, de hát tulajdonképpen így a napomnak a nagy részét avval csesztem el, hogy ezt sikerre vihessem, hiszen megvannak az eszközeim hozzá, de tapasztalatom az abszolút nincs ebbe, úgyhogy tulajdonképpen reggeltől, sőt, hát eredetileg éjszaka akartam kezdeni már éjféltől a streamet. Viszont nagyon fáradt voltam, úgyhogy inkább úgy voltam vele, na akkor reggel szépen ezt beállítgatom. Hát el is kezdtem vele reggel foglalkozni, közben megjöttek a csomagok, úgyhogy lett gyűjtőim, lett special kiadásom. Én jobban szeretem speciálnak mondani, magyarosan, igaz, nem olyan szép. Mindegy, lényeg a lényeg, hogy azokból majd lesz kicsomagoló videó későbbiekben, nem most azonnal. És megpróbáltam ugye ezt a streamet összehozni, összekábeleztem HDMI-vel az Overmediát. Igazából ti azt a videót, amit vettem föl, Overmediás kicsomagoló videót, ezt a Capture Cardról, illetve egy trustos, egész profi mikrofon setről. Tulajdonképpen azt még nem láthattátok, mert azt még nem szerkesztettem meg, egyszerűen nem volt rá idő. A hét elején ugye totál végigjátszottam a Last of Us első részét, viszont annak is egészen csak a, hát hogy is mondjam, igen, a nyár lett befejezve. Az összes többi az még szerkesztésre vár, de szerencsére, mivel most úgy fogom fölvenni ezt is, mint ahogy azt, hogy nem vagyok rajta, ezért tulajdonképpen gyorsabb, ezt tapasztaltam, hiszen megszerkesztettem két nap alatt négy videót, és tulajdonképpen föl is került egymás után négy Last of Us. Úgyhogy lehet, hogy most a időhiány miatt így fogom csinálni. Igaz, ez lehet, hogy nem annyira jó, de legalább gyorsabb is, legalább lesz tartalom. Na most a streamet, ahogy elkezdtem mondani, elkezdtem így összekábelezni HDMI-vel. Tulajdonképpen így az egész rendszert összeállítottam, OBS-t feltelepítettem, be tudtam hozni, minden működött. Haverral ilyen zárt körűen a YouTube-ra elkezdtük streamelni, és akkor így ő tesztelte az ő gépén, én meg innen tulajdonképpen, és valami nem stimmel, egyszerűen nem jöttünk rá, hogy mi az Isten az, ami miatt visszhangzik az egész istennyira. Valami beállítási probléma volt az egész, ugyanis mondtam azt, hogy ha-ho, és akkor körülbelül négyszer visszahallottam azt, hogy ha-ho, 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 ez ilyen iszonyatos. Pedig agyom állítottam már minden hangzást rajta, úgyhogy valami nem volt jó. Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy tulajdonképpen ez majd ki fogja forni magát a jövőbe, ezt majd kicsit így erőltetni fogom, viszont valószínűleg majd csak akkor fogok ténylegesen rátérni a streamelésre, akármennyire szerettem volna már ezt avval csinálni, amikor a webkamerát végre be tudom szerezni, mert hiába rendeltem meg, nem jött meg, tulajdonképpen azóta is várok rá, már több mint egy hónapja, semmi. Na mindegy, a lényeg, hogy akkor most így maradunk a hagyományos módon. Iszonyatos sokat beszéltem már, vagy 5 perc majdnem eltelt, úgyhogy nem is húzom tovább a szót, kezdjünk neki a játéknak. Bocsi, úgy éreztem, hogy ezt a felvezetést, ezt muszáj volt megtennem, mert különben nem tudjátok, hogy mi a helyzet velem. Úgyhogy arra gondoltam, hogy egy ilyen helyzetjelentést azért most a játék előtt hát megteszem. Lehet, hogy ezt az egész helyzetjelentést majd így külön nulladik videóba teszem föl, hogy aki mondjuk erre nem kíváncsi, akkor az abszolút nem kell vele legalább foglalkoznia. Jó, akkor csapassuk a játékot, kezdjük el. Minden beállítottam, történet,
Igen, új játék. Igen. Nagyon könnyű, könnyű, közepes. Közepes a normál. Igazából nehéz az a hard, ugye? És a túlélő a Survivor. Na most az a helyzet, hogy hát, annak idején emlékszem rá, hogy a Last of Us 1-et azt legelőször nehezen kezdtem el végigjátszani, és 32 óráig tartott nekem azt úgy végigvinni, mert nem ismertem a játékot, nagyon sokat szívtam vele. Azóta már Grandeden is körülbelül 15 óra alatt végig tudom vinni. Úgyhogy szerintem a közepes az lehet normál. Normál jelen állás szerint. Szerintem jelen pillanatban azt fogom ja, azt fogom preferálni. Jó, lássuk közepes szinten a játékot. Igen, mik ezek a dolgok? Ezekkel még nem találkoztam. Hát ugye ideig még nem jöttem el. Aha. Ó, király. De jó. Ezt nem bántjuk. Ezek így jók. Oké, szuper. A lényeg az, hogy a legfőső az számít nekünk, hiszen az előrendelik bónusz DLC az valószínűleg már kapásból sokat fog számítani. Jó. Indítsuk el, csapassuk. Jó szórakozás hozzá, skacok. Én élvezni fogom, ezt garantálom.